Nagyon szépen köszönöm, Tünde, hogy eljöttél, bár tudom, hogy mennyire elfoglalt vagy, mert az, hogy annyi mindennel foglalkozol, és most éppen a legutóbbi kiállításról fogunk szót ejteni, az ezért is, hogy tudtál időt szakítani erre a rövid kis beszélgetésre, de a rendkedvéért az a címe a kiállításnak, hogy Mesterséges természet, és október végéig nyitva van a Platán galériában, ezt már előre mondom, ahonnan egyébként mindig szoktunk képeket mutogatni, de mitől mesterséges ez a természet, és egyáltalán ez a nagyszerű lengyel születésű, de immár azt hiszem 92 óta Magyarországon élő művész, mi mindent hozott oda elétek, és mit lehet majd látni? Először köszönöm szépen a meghívást, és nagyon örülök, hogy beszélhetek nektek és a nézőknek Tomás Piersznak a legújabb kiállításáról. Igen, ő egy lengyel születésű festő, aki itt Magyarországon él és dolgozik, és nagyon aktív maga a művészetében is, a festészetében is, egy nagyon termékeny alkotó, és a művészetszervező munkájában is, hogy aktívan részt vállal. Például ott a Lengyel Intézetben is, ahol a kiállítás helyet kapott, évek óta rengeteg kiállítást rendezett, és ott a közösség aktív tagja. És akkor az volt a kérdés, hogy mi mindent láthatunk ebben a mesterséges természetben. Ez a legújabb festmény sorozatának a címe, tehát Tomás Piersz egyéni kiállítása, és a legújabb képei vannak most ott a falakon. Nagyon szép a galéria abból a szempontból is, hogy az Andrássy úton található, úgyhogy a járókelők is, ha félnek is betérni, de a kirakaton keresztül érdemes bekukucskálni és megnézni ezeket a képeket. Hát mi is beszoktunk ott kukucskálni, úgyhogy ez így tényleg nagyon jó, de hát ő annyira, és azért mondom, hogy 92 óta, de ő már itt végzett képzőművészetén is, és annyira magyar lett, hogy már beceneve is van, hogy Tomek. Igen, igen. Úgyhogy egy nagyszerű művész tényleg, de az, hogy a képeket láttatni egy picit. És ezt azért mondom, mert itt most nem arról van szó, hogy klasszikus képekről lenne szó, hanem sokkal inkább az absztrakt művészet, ami jellemzi. De ahogy én láttam képeket, szóval itt ilyen, hát hogy is mondjam, csak menjünk a geometriára, sokszögű kristályok. Meg ilyen, hát nem is tudom, ilyen ásványtan, meg biológiai, mintha képletek lennének. Akkor most, amíg nem látjuk a képeket, próbáld ezt láttatni, hogy mit, hogy fogadja ez be a néző? Jó. Tehát kezdjük mondjuk a vásznaknak a formáival. Uh-huh. Vannak a kiállításban kisméretű képek, igen, nálunk nagyobbak. És ilyen mikroszkopikus kicsik? Nem annyira mikroszkopikus, hanem 30x40-esek. Igen. Vannak, amik nálunk nagyobbak, nagy léptékűek és kör alakú tondó festmények is. És igen, ezeken nem látunk, nem olyan értelemben természet, hogy fa van rajta, vagy fű van rajta, vagy virág, hanem absztrakt formákat látunk. És Tomáknak a festészetében az érdekes, hogy egyik sorozatából következik a másik. És egy korábbi sorozatába, tehát kicsit lépkedjünk visszafelé. Neki volt egy olyan sorozata, ahol ilyen amőba-szerű formák kapcsolataiból épültek fel. Aha. A néző, ha nem látja a képet, akkor ezt úgy képzelje el, hogy van egy monokrom, egyszínű háttér, egy élénk szín, egy lila, egy kék vagy egy barna, és akkor azon Tomáknak a saját kis lényei, formái kerülnek. De jó. Ezek nagyon hasonlítanak egymásra sok esetben, vagy akár a kristályok, ami egy következő sorozat volt, és attól, hogy ezek a kis motívumok sűrűsödnek, távolodnak, ritmus teremtenek a vászon, úgy kialakul valamilyen mozgás. Aha. Úgy érezzük, mintha élne. De és jó. Ezért is a művész úgy tekint magára, vagy úgy is tekintünk mi a művészekre, mint egyfajta teremtőkre, mert létrehoznak egy saját világot a képeken. De igen, igen, de én is olvastam róla, hogy, és erről jutott eszembe, hogy említetted, hogy sorozatokban gondolkozik inkább, vagy mondjam úgy, mert ő valahol nem tudom, vagy te írtad, vagy ő nyilatkozta, hogy egy lépésben nem lehet megoldani, mert mindig tovább gondolja, és akkor egyetlen egy nagyszerű dolgot nem lehet egyetlen egy képpel kifejezni. Na most ezt az egészet azért hozom szóba, mert még tart Magyarországon, Budapesten a sakkolimpia, és akkor ez olyan, mert ő valami olyasmit mondta, hogy lépésről lépésre kell előre gondolkodni, mint akár a sakkban, és akkor kitalálni, hogy mi legyen a következő. De hát, ez egy jó asszociáció. Hát tényleg, hát na, csak a sakkolimpia miatt. De akkor az egy rossz kérdés, hogy ha már ezt mondtad, akkor kapcsolatba hozható ez, hát most ha mindennel kapcsolatba hozzák, a mesterséges intelligenciával.
Nem, és ez egy nagyon jaj, de jó. Reális kérdés, de most jut eszembe, hogy egyébként a Pészabó Dénes fogalmazta meg ezeket a felvezetőket egy korábbi kiállításai aha. kapcsán. Szóval abszolút releváns kérdés, és olyan módon lépésről lépésre is halad, hogy a korábbi sorozatoknak a mintáit, színeit viszi tovább, és épít egy következőt bele. Uh-huh. Tehát a mostaniban is láthatók ezek a kristályok, amiket említettél, igen. láthatóak fénycsóvák, láthatóak geometrikus uh-huh. formák, de most egy másfajta elrendeződésben, és szerintem ami még nagyon érdekes, hogy bár lépésről lépésre gondolkodik, uh-huh. de nem építi fel ilyen nagyon direkt módon a képeket, hanem azt mesélte nekem, hogy az, hogy milyen nézet legyen a kép, mondjuk a kör alakot hogy forgassa, vagy az a kép most így áll, vagy fejjel lefelé, vagy úgy, az a festés folyamata közben alakul ki, vagy a legvégén. Tehát az, hogy milyen nézete lesz a képnek, hogy folyamatosan forgatja a vásznat, miközben fest. Úgyhogy ebben is van egyfajta mozgalmasság. Hát ez mindenféleképpen, hát ha azt mondom, hogy nem megszokott, akkor az igen. De most a közönségre visszatérve egy pillanatig, és azért is mondtam én itt az elején, hogy absztrakt művészet, hát finoman akarok fogalmazni. Van olyan generáció nálunk, amelyik nem nagyon tudja, vagy nem nagyon akarja ezt befogadni. De hogyan fogadja a közönség? Most nem csak erre gondolok, hanem a munkáid során. Nyilván találkoztál ilyennel. Akkor esetleg megszereti, ha meglátja, vagy kifordul, hogy ilyeneket össze-vissza nem lehet rajzolni. Szóval hogy fogadja ezt a fajta művészetet? Sokan mondják azt, hogy ilyet én is tudok. És akkor erre szoktam mondani, hogy akkor meg lehet próbálni. Yeah. Mert nem is olyan egyszerű, hogy azok a formák, azok a színek miért éppen úgy illeszkednek, igen. milyen kölcsönhatásban vannak egymással ezek. Nem véletlen dolgok, ezek nagyon szigorúan rendszerbe foglalva vannak kitalálva egy absztrakt festményen. Másrészt pedig azért szokták szeretni, még ha elsőre meg is riadnak tőle, de ha sikerül meggyőzném valakit, hogy egy pillantásnál tovább nézze a képet, akkor pedig éppen azért szokott megtetszeni, mert akkor az ember bele tudja látni a saját gondolatait. Uh-huh. Tehát, hogy nem az van, hogy direkt belát egy csendéletet, és arról nem nagyon tudunk mást gondolni, nyilván de hogy nem annyira egysíkú, hanem, hogy ebben nagyon sok minden belefér. És akkor, hogyha valaki ráérez arra, hogy akár a színek is üzennek, vagy a formák, mindenkinek egy kicsit más jelentet, és szerintem itt lehet könnyen kapcsolódni. Na most nagyon igazad van, hogy én ilyet én is tudnék, akkor csináld meg. Nem először mondom el, a nézők biztos emlékeznek, mert mindig eszembe jut ilyenkor, ha hasonló téma van, hogy Picasso kiállítás, és akkor nézték a kiállítást, és ott az egyik azt mondta a Picassónak, hogy itt hát ilyet egy gyerek is tud rajzolni. Mire Picasso azt mondta, hogy ha én tudnék úgy rajzolni, mint egy gyerek, akkor többre vittem volna. Szóval ebben nagyon sok igazság van, de azért beszéljünk egy kicsit rólad is, mert az, hogy most ezzel foglalkozol, éppen ezzel a kiállítással, de hát azért én úgy tudom, hogy ha most mondok egy galériát, Bixai galériát, akkor mi jut erről eszedbe? A Bixai galéria volt az első munkahelyem. Ez a Falk Miksa utcában működött, sajnos már bezárt. Igen, de tudom. Egy nagyon jó galéria volt olyan értelemben, hogy vitte a Falk Miksa utcának az aukciós hangulatát is, és már akkor, 2012-től egy nagyon karakteres nemzetközi kiállítási struktúrát, ami szerintem, ha most lenne, most működne, nem jóval 10 évvel ezelőtt, akkor sokkal sikeresebb és egy értőbb közegbe érkezett volna meg. Nekem ott a környéken dolgozott egy műkereskedő, és azt mondta, hogy állítólag itt még mit tudom én, a világ másik tájáról is hoztak cuccot, Dél-Afrikából. Így van, Fokvárosból, Lipcséből, igen. Na jó, hát és akkor ott mi volt a munkád? Ott igazából a kiállítások szervezésével foglalkoztam, az ügyfelekkel is, mikor hoztak be műtárgyakat, értékbecslés. Na jó, akkor most itt akkor ragaszkodom, vagy kapaszkodom a szabadba, értékbecslés. Hát az egy másik szakma, azt is megtanultad? Igen. És műtárgybecslés? Igen. Tehát hát az egyetem igen. után az olyan, mint egy szakma, műtárgybecslő, igen, OK és képzés, de azt gondolom, hogy egy dolog, hogyha az ember ezt elvégzi, de hogy a gyakorlat az, ami nagyon fontos, hát és azért is vagyok nagyon hálás azért a helyért, mert ott nap mint nap több száz műtárgy lehetett a kezem között, és abból lehet igazán tanulni, meg a kollégáktól, akik pedig sokkal nagyobb tapasztalattal rendelkeztek, mint én. Hát, hogyha már itt a galériákról is beszélünk, akkor tapasztalatod szerint, hát hol is kezdjem, mondjuk az elején. Annak idején
nekem is van ismerősöm, akinek úgy néz ki a lakása, mint egy műtárgyűjtemény, de van olyan is, akinek gyönyörű szép lakása van, de még egy nyomorult fotó sincs benne. És erre kérdeznél, hogy mit tudom én, olyan nagyon messze korodnál fogva nem tudunk visszamenni az időben, de ha néhány évet visszamegyünk, akkor a műgyűjtés, vagy egyáltalán ennek a tisztelete, megszeretetése, ez javult valamit, vagy pedig azt mondják, hogy ez a gazdagok privilégiuma? Nem, de talán nem is az a jó kérdés, nem ebből, csak pénz. Hogy javult vagy rosszabb volt, hanem hogy más lett. Ilyenkor mindig másfelé fordul az érdeklődés, a korosztályokból is adódóan, és most a kortárs és modern dolgok jobban feljöttek, bejöttek, mint mondjuk korábban. És nem csak az Z-generációnál. Nem. Mindenféleképpen, hát ez mindenféleképpen nagyon-nagyon jó. De én azt még néztem, hogy... Megpróbálok pontosan visszaemlékezni, hogy mi jut erről eszedbe. Azt mondja, hogy kiállítás, ezt fölírtam, és növények ereje. Ó, hát... És három kérdőjelet tettem oda magamnak, hogy a növények hát ereje, mert az, hogy lefestem az akácfát, az rendben van, de ez mit akar? Ez egy csoportos kortárs kiállítás volt, és ha már lengyel szál, akkor ez egy nagyon jó kapcsolat, mert magyar és lengyel kortárs művészek munkáiból készült ez a tárlat, Szentendrén, az akkori Mang galériában, a szentendrei régi művésztelepen, és olyan műveket válogattam be, amik megmutatják, hogy a növények hogyan lehetnek a jövő zálogai, a túlélés kulcsa, a természetvédelemmel, ökológiával foglalkozva, és azért is csillant fel a szemem, mert annyira szerettem, mert persze voltak szobrok, műtárgyak, varrott textil objektek, épített terrakották, de hogy a plafonról kokodemák csüngtek alá, tehát hogy effektív megjelentek, ott voltak a növények a kiállításban, a műtárgyakon és valóságban. És talán ez volt az eddigi egyik legkedvesebb kiállításom. Hát ez nagyon jó. Na most akkor még annyit, hogy kurátor, ugye most maradjunk ennél. Nagyon sokan nem tudják, hogy mi a kurátor feladata. Egy mondatban mi? A kurátor feladata az, hogy egy hitként működjön és megteremtsen egy közeget, ahol a művészet és a közönség kommunikálhat egymással. És beletartozik például a tárlatvezetés is? Abszolút, igen. Na, még egy dolog eszembe jutott, mert itt voltunk a Nemzetközi Gyermeknapnál, vagy a Gyermekvilágnapnál, hát és akkor én azt hiszem, hogy olyan irodalmi munkásságod mondjuk, a gyerekekhez is kötődött, jól tudom? Igen, van egy kiadványunk, amit Tardi Annával készítettünk, ez a Kalandozás Pemzlivel, ami egy gyerekfoglalkoztató könyv. Nem véletlenül Pemzli. Igen. Egy kislány, akinek Pemzli a neve, vagy egy figura vezet minket végig az első kötetben Magyarország városain, a második kötetben Magyarország jellegzetes állatainak bemutatásával, és mindegyikhez kapcsolódik egy műalkotás, egy irodalmi szöveg és egy feladat. Nagyon jó, hát akkor egy feladat, erről jut eszembe, akkor most tudod már, sejted-e, tudod-e, hogy mi a következő feladatod? Egészen konkrétan tudom, de több is van, de most, amin legaktívabban dolgozok, jövő pénteken nyílik Szentendrén a régi művésztelepen, Ének a határtalanról című kiállítás, ami Tímár Sára legújabb albumához kötődik, ő inspirált a tárlatot, melyben Vörös Sándor verseket zenésített meg, és ezekhez válogattunk műalkotásokat, tehát a zene, irodalom és képzőművészet itt egy térben lesz jelen, igen. Hú, hát ez nagyon jó, és nagyon szépen köszönöm, hogy mindezt elmondtad, és akkor hogy ajánlod most ezt a mostani kiállítást, tehát a természetet, azoknak, akiknek még mondjuk nincs sok ismeretük ezzel kapcsolatban. Miért nézzék meg? Gyerek felnőtt egyáltalán. Jó, tehát Tomás Piásznak a Mesterséges Természet című kiállítását. Igen. Azért nézzék meg, hogy megtapasztalják azt, hogy milyen egy képet teremteni, egy festői képi világot pusztán színekből és formákból, és érdemes akár ki is próbálni, hogy a kiállítás megtekintése után leülünk rajzolni, akkor mi milyen környezetet, természetet teremtünk. Ha akarod, végül válaszolsz, ha akarsz. Nem, nekem a kedvenc festőm Salvador Dali, neked ki? Nekem nincs. Na jó. Nem ér mondani. Jó, hát nem ér mondani, így van. Akkor javaslom, hogy mélyülj el Dali képeiben. Köszönöm. Köszönöm szépen.